Nem feszítjük. A fertőtlenítéssel együtt is mindössze 10 perc alatt kapta meg az oltását Csalamon László. A fiatal férfi azt mondja, már hónapokkal ezelőtt regisztrált a vakcinára. Rendszeresen sportolok, versenyekre járok, kerékpárversenyekre, úgyhogy úgy tudom, hogy a profi kerékpársokat is beoltották, úgyhogy én mindenképpen már az elején eldöntöttem, hogy be fogom oltatni magamat. Bonyhádon a háziorvosi praxisokban jó részt már végeztek az idősek oltásával, ezért egyre fiatalabbak kerülnek sorra. Ezt mondja dr. Papp Tivadar helyi háziorvos. Ő 4 oltást adott már be a hozzáérkezőknek, heti 3 napon át vakcinálja a bonyhádiakat. Azt tapasztalja, hogy a városban egyre többen regisztrálnak a biztonságot jelentő készítményekért. Először az idősebbekkel kezdtük, de ekkor is már sok fiatal is volt regisztrálva is. Most úgy tűnik, hogy szerencsére az egyre fiatalabb korosztályhoz jutunk el az oltással már jelen pillanatban. Az országban is folyamatosan nő a beoltottak száma. A cél, hogy május elejére elérjük a 4 millió főt.